Mi tóbbégat tavarjú. Gyerekek, csuta szép idő van. Gyönyörűséges. Hideg, mint a dög. Mama, nem annyira hideg, mint tegnap. Tegnap reggel mínusz egy Fahrenheit, mínusz 18 Celsius fok. Hú, hogy fájt, mikor kijöttem 5 percre. Szépen süt a nap. Reggel, mikor felkerült a nap, olyan gyönyörű megcsillan a sok jeges ágon. Na, nem olyan túl nagy a damage, gyerekek, nem olyan hatalmas. Tegnap kijöttek a villanyszerelők, helyre tették a leszakadt drótot, kihúzták, ismét kifeszítették oda. Azt jó van az ügy, nem csinálunk semmit. Várjuk, hogy óvadjon a jég. Az a baj, hogy ahogy óvad a tetőn a hó, itt az ereszen itt jövöget lefelé, és folyik át itt a driveway, és fagy meg, úgyhogy itt most jégpálya van. Lesúsztam ezzel a zöld sóval, de nem tudom, a csihányba be fogja vetni itt. Már kiderül mindjárt. Na jó, de ott lefelé már nincs gond. Jó, hogy áttakarítottuk onnan. Akkor mozduljunk ki, gyerekek, hadd lám, hogy... Meg akarjátok-e nézni, hogy hogy kócsolja azok? ABS kipörgés gátló, ilyenkor nem segít azt hiszem semmit, ha mind a négy kerék a jégen van, akkor... Mi bajod van? Na jó. Ah, nem veszélyes. Oké. Akkor... Jó vagyunk. Már felé menjek. Azt szerint jobbra kéne menjek. Nagyon nehéz jobbra kitérni, jeges. Menjek balra. Itt a szomszédnál is mennyi ág leszakadt. Ja, kérdeztem a villanyszerelőket, azt mondják, hogy sok hívásuk van, de nincsenek nagy áramkiesések, meg ilyesmi, úgyhogy nem veszélyes. A tükörre, hogy rá van fogyva egy nagy darab jég. Hát az övet tegyen fél, gyerekek. Ja, egy ilyen trakkal voltak kéne tegnap, egy ilyen bucket trakkal. Nem nagy a hó, csak jeges. Milyen a kép, gyerekek? Jó-e? Állítgassam-e? Most vissza vagyunk menve ismét a 1-es, illetve 0-os EV kompra, meg 1600 max ISO-ra. Na jó, bekerüssem a címet a GPS-be. Ja, itt ez a foci futballpálya, hogy minek hívja, amerikai futball, ahol akkor egy videót csináltam. A stadion, a tribüne. Na jó, megyek öcsinek a nővérihez, valamit át kell vigyek, számítógépét egy kicsit feltuningoljam, és aztán utána megyünk a gymbe. Az Eastside-ra megyünk most, egyet úszni van kedvem. És aztán lehet este még egyet elmegyünk gyúrni. Ja, ki szeretném próbálni, milyen a milyen kétszer menni egy nap gymbe, gyerekek, ha? Na jó. Nem fárasztok sétálni. Jó, de hónaptól már ismét fasz idő lesz. 40 Fahrenheit. Ez mennyi 10 Celsius fok, 8, mit tudom én. Örülök, hogy legalább a nap kisütött, ki szoktam ülni az ablakba s napozni. Kinyitom az ablakot,
levetkezik mesztelenre. És napozok a szobába, úgyhogy az ablakon jön délnap. Na jó van, gyerekek, találkozunk a gymbe, pa! Ezt még ezt a templomot lefémezem, és utána pa. Rengeteg templom van, gyerekek, itt Amerikában, nem tudom, nálatok van-e, de itt minden utca sarkon van egy metodista templom. Na jó. Na, várjatok, már még egy templom. Szent János Episcopal Church. Talán még lesz egy a lámpa, így legalább. Ja, nem hiába hívják ezt az utcát Church Streetnek, Templom utca. Így már érthető, hogy mi van ennyi templom. Durham, Meriden, Wallingford. Na jó, most már leteszem. És nem ebbe a gymbe megyünk, hanem a másikba. A fák hegye, gyerekek, néz ki, mintha ki lenne világítva. Mint egy-egy kicsi napocska lenne minden fának a hegyén. Már rohadt napon most szembe jön. Úgy se látszana jól, nem lehet ezzel a kamerával. Ezt közelről kéne filmezni. Na mindegy, biztos nem újdonság, láttatok ti már ilyet? Én rég nem láttam ezért nekem, mert nekem most olyan érdekes a fagyos-e. Jeges faágok. Mi nem tudunk elfordulni ma, hogy a nap-napon szembe legyen. Fenyőfák nem néznek jó ki, azok nem csillognak nagyon. Látszik a kamerán, hogy faák milyen csillagósok, nem hiszem. Na, közben az utat is nézzem azért. Oda tudnék zoomolni a fákra. Meg tudnám közelre mutatni. Na mindegy. Keresztnye utcán jobbra. Nem, ez még Washington csak. Mondjuk ezen befogom most a kamerát, mert nincsen mire felfogassam. A telónak ugye itt van tartója, de kell a GoPro-nak is egyet tegyek ide a műszerfalra. Turn right onto North Cherry Street, then turn left onto Quinnipiac Street. Quinnipiac. Do not enter. Wrong way. Take the next left onto Quinnipiac Street. Itt van a sarkon. Cherry Street meg a Quinnipiac sarkon. Ez a vegán vendéglő, csak még nem rakták fel a nemrég nyílhatott, ez csak pár hónapja, azt hiszem. Még nem rakták fel a szájnokot. Hogy hívják a cégét, még nem rakták fel. Ja, de amúgy lesz ott juice bar is. Smoothie bar. Na, hol kell itt menni? Ezt már láttátok a minap a másik videóban.
itt a központon, itt jöttünk le. De most még egyszer megmutatom, mely napsütésbe szebben néz ki. Jobbról a temető, bazi nagy templom fenn a dombon. Balról egy iskola. Jégcsapok minden autóról lógnak lefelé. De hónap után, egy-két napon belül el lesz minden óvadva. Trinity School. Csak az egy templom. És ott van a posta. United States Post Office. Federal Building, akkor ott még vannak valami. Ott jöttünk a minap. Welcome to Wallingford. Milyen jó lenne zoomolni, gyerekek. Addig fogok panaszkodni a zoomolás miatt, amíg csak nem veszek egy... Nem kell olyan túl drágát venni, vannak ezek a Sony camcorderek. Van ilyen $200-300. Vannak belőle 2-3000 dollárosok is, de... Street. Ilyen régi házak, az ilyen több mint 100 éves ez a ház, van 150 éves. És ez is. Na jó, néznek ki. Egyedi tervezés. Na jó, ennyi volt már a kocsikázás.